Zala a méhek terített asztala. A megye méltán híres méhészetéről. Ennek a mesterségnek a tárgyi emlékeit mutatja be június óta a Balatoni Múzeum. Kaptárak, kasok, pergetők és méhesek is láthatók az időszaki tárlaton, mely nagykanizsai debütálása után érkezett most Keszthelyre. Zala megye méhészete napjainkig az egyik legjelentősebb Magyarországon. A változatos földrajzi körülmények, mocsarak, mezők, erdők révén nagyon sokféle mézet lehetett és lehet ma is készíteni. A 20. század közepéig nem volt olyan zalai porta, ahol legalább ne lett volna pár méhkas. Ennek köszönhetően a néprajzkutatók számára bőven volt lehetőség az elmúlt évtizedekben, hogy tárgyi anyagot gyűjtsenek. A kiállítás alapját dr. Kerecsényi Judit, a Nagykanizsai Túri György Múzeum néprajzi kutatójának munkája képzi. Ezeket saját gyűjteményével egészítette ki a Balatoni Múzeum. Itt vagyunk az udvarnak a kertjébe, és régen, amikor mérajt láttak ugye rajzani, amelyik felszállt egy fának az ágára, akkor nem megijedtek, és nem a tűzoltókat hívták, nem zárták le az egész utcát, hanem elfutottak gyorsan, hoztak egy alkalmas kast, ami nagyon jó volt a mének a befogására, feltették egy szigonynak vagy egy vasvillának a végére, oda ugye beöltöztek, ugye védeni kellett az arcukat, a testüket, beöltöztek, odaálltak a fa alá, ahol a méraj csüngött az ágon, ezt oda tették, és belerázták. Ugye van itt egy másik úriember is, akinél egy vizes puska található, ezt vizes puskának is nevezték, tulajdonképpen úgy működik, mint egy vízipuska, ezzel így lőtte a vizet, ezzel irányították tulajdonképpen a méheket, mert ugye, hogyha jöttek volna a méhek támadni, akkor arra mentek, amerre nem volt víz, és a vizes puskával nagyon jól lehetett őket irányítani. Miután ez megtörtént, belerázták az egész mérajt a kasba, megfogták szépen, lefordították, és elvitték a méhesbe. Ez egy épített méhes. Zalában nagyon sok háztartásban előfordult, hátsó udvarban, kert végében, vagy akár a hegyen, hogy építettek a méheknek külön épületet, akár fából, de építhették ezt téglából is. Általában ezek félig voltak zártak, és télen, hogy nehogy megfagyjanak a méhecskék, télen még akár kukoricaszárral, náddal, vagy szalmával be lehetett az egészet fedni, és akkor nem fáztak meg, nem fagytak meg, és hát a csapadék ellen is védték őket, ugye vagy deszka, vagy cserép teteje volt, kátránypapírt is szoktak még a tetejére tenni, és hát elsősorban északról volt, vagy északnyugatról, ahonnan az eső volt, jött, ott volt lezárva, és hát ez nagyon jó helyet biztosított a méhecskéknek, nagyon sok kast be tudtak tenni, és azért itt látjuk, hogy elég sokféle anyagból készültek ezek a méhkasok. Ha így megnézzük ennek az alját, hogy kicsit megfordítjuk, ugye ez ugye belül üreges, és ide még szoktak elhelyezni kis léptartó rudacskákat, amire maguk a méhek felépítették a lépet, ugye azt a viaszt, amiben aztán beleteszik ők a mézet. Többféle formája lehetett, nagyon sokféle volt elterjedve itt Zala megyében, az anyaga az általában rossz szalma, de lehetett gyékényből is, és nagyon gyakran még be is fették ezt sárral, ilyen betapasztották, hogy még jobban védje és még stabilabb helye legyen a méheknek, illetve készültek kasok deszkából is. Ugye lehet, hogy kaptára gondolnánk, de hogyha bele megnéznénk az alját, akkor ebbe is kis léptartó rudacskák vannak. Ezek is méhkasok, illetve tulajdonképpen ezek a deszkakasok a bödönkasoknak a mintájára készültek, mert ugye Zalában még a 20. században is előfordult, hogy az erdőből hazahozták a méhkast, méghozzá úgy, hogy kivágták az odut, ahol a méhecskék tanyáztak, kivágták, hazahozták, betették a méhesbe, és onnantól kezdve az volt a méheknek az otthona. Ilyen bödönkasokat, mesterséges odukat is szoktak készíteni, és bele szokták csalogatni a méheket, például úgy, hogy bekenték mézzel, vagy pedig egy rajbefogás után ebbe tették bele a méheket. Gyönyörű szép kaptár, ha jobban megnézzük őket, azért ezek faragott kaptárak,
Kanizsai Múzeumnak az anyagával készítettem a kiállítást elsősorban, de ezek a Balatoni Múzeumnak a büszkeségei. Érdekes, hogyha megnézzük őket, hogy ezek nagyon szépen vannak kidolgozva, és hogyha az anyagukat összehasonlítjuk, biztos, hogy régebbiek maguk a szobrok, mint a mögöttük elhelyezett kaptárak. Valószínűleg ezek eredetileg is szobornak készültek. Talán éppen egy oltárnak a részei voltak, és amikor ezek kikerültek a templomból, akkor valaki beállította őket a méhesbe. Kaptárakat szerelt mögéjük, és utána attól kezdve ezek méhkaptárak lettek. Magyarországon ritkák az ember alapú méhkaptárak. Ha jobban megnézzük, ez a szobor, ez Szent Veronikát ábrázolja. Ugye onnan tudjuk, hogy itt van a Veronika kendője a kezében. A másik szoborról nem tudjuk pontosan, hogy melyik szentet ábrázolja. Talán Szénai Szent Katalin, talán Szent Brigittát, ugye neki hiányoznak az attribútumai, talán egy kereszt vagy láng volt a szívnek a végén, valami hiányzik a kezéből. Is. Neki a pocakján alakították ki a kirepülő nyílást. Ha itt megnézzük, itt tudnak kidejárkálni a méhecskék. A méheket bizony már régóta megbecsüli az emberiség. A tudósok szerint amióta ember él a Földön, azóta vannak emlékek a méhészetről. A mezolitikumtól kezdve a rómaiakon át a középkoron keresztül napjainkig meghatározó a méhészet, hiszen nem csak a mézet, hanem a viaszt is ezeknek a szárnyas rovaroknak köszönhetjük. Keszthely vonatkozásában érdekesség, hogy az 1779-ben alapított Georgikon gazdasági tanintézetben külön katedrát szenteltek a méhészet oktatására. Zalában különös tisztelettel voltak az emberek a méhek iránt, Isten bogarainak hívták őket. Nagyon archaikus forma az, amikor elpusztítják a méheket és úgy lopják el a mézüket, de hát a Zalában a 70-es, 80-as évekig nem maradt annak a hagyománya, hogy kimennek az erdőre, elkábítják a méheket és hazaviszik a fának azt a részét, amiben az odú található és a méz, és beállítják a háztartásba, és onnantól kezdve méhecskéknek az az otthona. A Zala megyei és a szomszédos somogyi területek népi béttartását bemutató kiállítás szeptember 8-áig várja a látogatókat. Karmacs.